Köszöntök mindenkit a mai videóban, ami gyakorlatilag egy kicsit magyarázkodó videó lesz. Az első része az magyarázza meg, hogy nincs videó 3 hónapja. Ugye azért nincs videó 3 hónapja, mert hogy egyszerűen úgy alakult az élet, hogy nem volt rá lehetőség, meg idő, hogy túl sokat tudjak fölvenni, vagy valami, és téma sem nagyon volt. Bár aztán volt témám, de mindegy. A lényeg az, hogy ahogy videóm kamerát tudtam fogni a kezembe, és fel tudtam venni valamit. Volt egy nagyszerű alkalom a munkahelyemen, ahol dolgozom. Petőfi napok voltak. Nagyon jól felvettem mindent. És elkezdtem volna vágni, amikor kiderült, hogy a vágóprogram nincs meg a gépen. És hát az, amit én használtam, azt a gyártó nem is nagyon szeretné, hogyha lenne tovább. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy ők azt nem folytatják. Ez a Windows Movie Makernek az első változata volt szerintem. A legalapabb változat. És hát éppen ezért nem tudok vágni, mert én ezt használtam, sose volt időm arra, vagy energiám, hogy akkor én most ne ezt csináljam, hanem egy másikkal vágják, és aztán úgy alakult végül is, hogy ez megfelelt mindig. Ugyan kicsit hosszan, de meg tudtam vágni, amit akartam, az igényeimet kielégítette, és úgy nézett ki, hogy a nézőkét is tulajdonképpen egész jól. Most viszont az történt, hogy a gép közölte, hogy a program nem elérhető, a letöltőhelyről nem lehet letölteni, úgyhogy sajnos most ezzel a problémával állok szembe. Ha valakinek mégis van az első Movie Makerek közül, 2012 körüli, azt hiszem, nem tudom, akkor szóljon, hogy segítsen nekem abban, hogy fel tudjuk tenni ezt az én gépemre is, de gondoltam, hogy az sem lesz gond, ha nincs, majd most beruházunk mi nagyjából, és bementem egy Apple boltba, azt hiszem. És itt előzetesen megnéztük, hogy miket lehet vásárolni, és lehetett venni például használt gépeket. És nagyon örültem neki, hogy na, akkor használt gépeket is lehet venni, nézzük meg mennyibe kerül, netán eladom a régit, most már fodrászhoz kéne mennem. Akkor mit tudom én, össze lehet hozni valahogy egy nem új, de használt MacBook-ra, vagy MacBook Pro-ra, vagy valamire össze lehet szedni a pénzt, és meg is néztük az interneten, hogy faszán ilyen 80, meg 150 ezer forint között rengeteg gép van. Hát besétáltam én ebbe a boltba, hogy akkor én szeretnék egy ilyet venni, és hogy alapvetően videóvágásra szeretném majd használni. Mire közölték, hogy hát ez 250 ezertől kezdődik. Mondom, az jó, de hogy eddig ugye egy olyan gépen vágtam, hogy mondjuk 80 ezer forintot ért, vagy 50-et, és ugye a leghülyébb programot használtam, amit már nem lehet elérni, de mégis tudtam vágni, és szerintem, akik mondjuk egy Premiere-t használnak, vagy egy Sony Vegas-t, ők sem 250 ezer forintos gépen vannak, hogy mondom. Az döbbentett meg engem leginkább, hogy amikor mondtam a csávónak, hogy mondjuk keresünk egy gépet 100 ezerért, akkor szerintem konkrétan kiröhögött magába, de úgy nézett rá, mint hogyha jelen még nem találkozott volna, hogy az embernek nincsen igazán sokkal több pénze arra, hogy használjon egy ilyen egy gépet, és vegyen egyet, és tulajdonképpen egy normál, átlagos felhasználói program, szerintem manapság a videóvágás nevezhetjük annak, hogy azt használni tudja, és nem tudtuk megoldani ezt a problémát. Azt mondta, hogyha lehet hozzávenni valahogy náluk még memóriát, talán nem tudom mit, akkor már lesz benne 8, vagy 8, meg 8, nem tudom, nem is értek hozzá, hülye is vagyok ez, és majd akkor talán alkalmas lesz arra, hogy egy régebbi vágóprogramot rátegyünk valahogyan, és akkor működjön. Gondolom, nekem a régi is jó, hát nekem tök mindegy, csak össze tudjam rakni végre az anyagot. De hát ugye az is baj számomra, hogyha egy új vágóprogramot nem tudok megtanulni hamar, akkor mennyire fog nehezen menni mondjuk egy új, teljesen új alapot megtanulni egy kezelésben, mert ugye megszokta már az ember azt, hogy van start menü, mondjuk van Word, meg Paint, meg mit tudom, hogy micsoda, Ctrl-C, Ctrl-V, ami itt nincsen egyáltalán, legalábbis azt mondták, úgyhogy innentől kezdve probléma van, nem kicsi, mert ezt is meg kéne tanulni, de azt gondoltam, hogy ez sem lesz annyira bonyolult, hiszen emberek millióinak működik már ez a rendszer a gépén, és akkor igazából nekem is működhetne. De elkeserítettek, úgyhogy nem vettem semmit, pedig úgy voltam vele, hogy veszek valami jót. Ha már nincsen most se drón, mert ugye Voldemort, nincsen most éppen dob se igazán, akkor miért ne? Csináljuk a videózást, mert az jó dolog, és tényleg jó dolog videózni. De hogy alapvetően akkor ez kéne valami alapdolog. És mondjuk a drón nem annyira alapdolog, bár az lesz, meg lesz az, csak szeretnék egy olyat, ami garanciális, és rendben van vele minden.
és újszerű, szóval nem feltétlenül a DJI felé akarok menni. Már kétségtelenül azt tűnik a legjobbnak, de nem biztos, hogy így van, szóval azért az ügyben még futok egy kört. És a lényeg az, hogy gondoltam, akkor már legyen meg a rendes programjával vágni is lehet, legyen egy rendes gép, meg aztán még egy kis kamerát be kéne szerezni, az Osmo Pocket, ez nekem is csikizi a fantáziámat, szóval ez érdekes, de egyelőre itt tartunk. Nem tudom, hogy merre fog változni ez a dolog. A következő napokban elkezdek keresgélni azért valami gépet, ami hát használható videóvágásra. És nem csak így a telefonban tudom elmondani, amit akarok, aztán majd lenyomom, aztán kész. Hanem erről tudok rendes videókat csinálni újra. Ugye ígértem a Szakmázó című műsort is, azt mindenképpen csinálnám. Most már 2-3 témakörünk is van, akikkel le van beszélve, hogy tudunk menni forgatni, és különböző szakmákat be tudom mutatni, és az nagyon jó lesz. De hát amíg nincs mivel összevágni, addig hiába csinálok nyersanyagokat, mert el fogom felejteni. Úgyhogy most nagyon gyorsan kell valamit csinálnom, mert az iskolai anyagot is még meg kéne vágni időben, amíg érdekes, és amíg én sem fejtem el, hogy pontosan hogy voltak a sorrendek, meg micsoda. Hát nagyjából annyit akartam elmesélni, aztán majd nem sokára érkezem, remélem rendes, normális anyagokkal. Addig is legyetek jók, meg szépek, és egészségesek. Sziasztok!